A Dombovári Presidium Közhasznú Egyesület 2015. februárjában hirdette meg először a Benned a Létra című művészeti pályázatát, amelyre fogyatékossággal élő személyek alkotásait várta. 2021-ben pedig újra kiírta, amikor 58 pályázó 112 alkotása érkezett be. Ezek közül 23 egyéni, két páros és egy csoportos pályázó munkáját választotta ki a Bíráló Bizottság a Vándor kiállítása, amely jelenleg a Tamási Művelődési Központban tekinthető meg. Célja az volt, hogy bemutassuk a fogyatékossággal élő emberekben rejlő tehetségeket. Ezt követően 5 év múlva szerettük volna megrendezni, de miután a vírus helyzet közbeszólt, ezért idén ismét pályázatot hirdettünk, ahova nagyon sok alkotás érkezett pályaműben, és tulajdonképpen az ország számos pontjáról érkeztek ezek a pályázatok, fogyatékossággal élő fiatalok és felnőttek pályáztak. Ezeket a pályaműveket egy bírálóbizottság elbírálta, és ezek után megszületett ez a gyönyörű kiállítás. A művészeti értéket néztük, tehát hogy milyen művészeti értékkel bír, nem volt technikai kötöttség, lehetett bármilyen technikával pályázni, de a Bíráló Bizottságnak kiemelt szempontja volt, hogy művészi értéket közvetítsen. Egy budapesti pályázónk leírta magáról, hogy ő a vírus helyzet alatt, amikor nagyon összeszorult a család, hát nem volt elfoglaltsága is, és hát úgy döntött a család, hogy akkor ecsetet és festéket adok a kezébe, és hát elkészültek a gyönyörű alkotások, amivel ő pályázott. Ő egy budapesti autista leány, aki azóta is folyamatosan fest, és boldog attól, hogy az ő pályaműveibe kerültek a kiállításra. A szervezők törekedtek rá, hogy a Benned a Létra című művészeti pályázat felhívása minél több fogyatékossággal élő személyhez eljusson. Pályázati figyelőbe is hirdettük, de különböző portálokon, interneten, szociális ellátásban dolgozó szakembereknek is kiküldtük, mert hogy elsősorban ezek az emberek ugye szociális ellátásban élnek, akár bent lakásosban, vagy akár nappali ellátásban. Próbáltuk a segítő személyeket megkeresni, hiszen ez egy országos pályázat. Az egy kicsit nehezítette a dolgot, hogy vírus helyzetben vagyunk, tehát úgy mindenki úgy félve, meg talán be voltak nagyon zárkódva ezek az intézmények, sok helyen ugye nem is működtek, otthon voltak a fiatalok, de azért eljutott a felhívás sok helyre. Ugye van egy képünk általában, amit így elképzelünk egy fogyatékos emberről, akár a külső megjelenésben van, vagy akár az egyéb képességeikben, ezt szeretnénk áttörni, tehát ezt a sztereotípiát, hogy tulajdonképpen, ha fogyatékossággal élő személy, attól ő még lehet bármilyen más területen tehetséges, kiemelkedő. 5. kiállítási helyszínünk ez most, itt Tamásiba. Az első 4 helyszínen nagyon nagy érdeklődés fogadta. A visszajelzéseket egyrészt a Facebook oldalunkon is megtapasztaljuk, másrészt az emlékkönyvbe is. Ez nekünk nagyon jó, hisz a végén a pályázók megkapják ezeket a visszajelzéseket egy CD formájában. A képeket, a megnyitókon a beszédeket, a hangfelvételeket, ezeket mind összegyűjtjük, és a végén ők ezt megkapják, hiszen ezzel is ők emelődnek, megtapasztalhatják, hogy igen, volt érdeklődés, tetszett az alkotásom, vagy tetszett az, amit kiállítottak, vagy amit írtak rólam, és én ezt fontosnak gondolom, hogy ez a visszajelzés menjen feléjük is. Mi nekünk eredetileg az volt a célunk, hogy 2 évente, aztán hát sok minden közbeszólt, így most ugye 6 év múlva rendeztük újra, de mi szeretnénk 2024-ben újból kiírni ezt a pályázatot. Tulajdonképpen ugye ez 1 évig vándoroltatjuk, tehát 1 évig havonta újabb és újabb helyszínekre visszük, tehát utána egy kicsi pihenő, és akkor utána megint kezdődik az előről. Varga Gábor dombovári keramikus szobrászművész ötlete volt, hogy a kiállított képek mellett látható fényképeken kívül az alkotók más módon is jelenjenek meg a látogatók számára. Így született meg az a kis fácska, amely a Vándor kiállítás alkotóinak fotóit tartalmazza. Széles palettáról merítünk minden évben, amikor megtervezzük azokat a kiállításokat, amelyek itt kerülnek bemutatásra a Művelődési Központ folyosó galériáján. Természetesen vannak alkotók, alkotócsoportok, akiket mi keresünk meg, és vannak olyan alkotók és alkotócsoportok, akik nálunk jelentkeznek, hogy szívesen kiállítanának.
Mivel nyilván sokan tudják, hogy Tamásiban az intézményhez kapcsolódóan működik a Tamási Galéria, ami professzionális művészeknek ad kiállítási lehetőséget, illetve ott fogadhatunk profi művészeket. A Folyosó Galériát a szó nagyon jó értelmébe vett amatőr művészeteknek szánjuk, azoknak az alkotóknak, akik nem hivatásszerűen végzik az alkotást, legyen az a grafika, a festészet, a szobrászat, bármely ága a képzőművészetnek. Tehát itt mindig azok az alkotók állítanak ki, akik kettelésből végzik ezt a tevékenységet. Farkas János, aki a kiállítást szervezi és juttatja el az ország különböző pontjára, ővele régi munkatársi kapcsolatban voltunk, és ő kereste meg az intézményt személy szerint engem, hogy szívesen Tamásiba is bemutatnák ezeket az alkotásokat. Természetesen nagyon nagy örömmel fogadtuk, és szívből mondom, megtisztelő számunkra, hogy helyet adhatunk ennek a kiállításnak, és a Tamásiban élők is láthatják ezeket az alkotásokat. A Benned a Létra című művészeti pályázat alkotásai január végéig láthatók a Tamási Művelődési Központ Folyosó Galériáján.